2004. Hazánk az Európai Unió teljes jogú tagja lett. Új részborítást kapott a református templom tornya, valamint új harangokat szereltek be. Megkezdődött a Ráckevei rendőrkapitányság épületének átépítése. Átadták a Penny Market áruházat. Az év során több mint 60 darab csatornavíz aknafedelet tulajdonítottak el város szerte. Gavóra Béla nyugalmazott apát, plébános, felszentelésének 65. évfordulóján vasmisét celebrált a székesfehérvári Szent Sebestyén templomban. Külpolitikai, publicisztikai elemzéseiért Szále László, a Ráckevei Újság szellemi atya, első főszerkesztője Pulitzer-díjat kapott. Pro-Urbe emlékérem kitüntetésben részesült dr. Sárdi Péter. Elindult a Virágos Ráckevéért verseny. Megalakult a Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete. A Szavolyai Kulturális Egyesület elindította Ráckeve II. Világháborús áldozatainak felkutatását. A ráckevei vízimolnárok történetének feldolgozása is megkezdődött. Megújult külsővel, modern, a kor követelményeinek megfelelő, belső kialakítással várta az ünnepélyes átadást a Ráckevei rendőrkapitányság épülete. Dr. Lambert Mónika belügyminisztert, dr. Ignác István rendőrdandártábornok, Pest megye főkapitánya fogadta. A belső udvarban megtartott ünnepség keretében köszöntötték a megjelenteket, majd a belügyminiszter asszony ünnepi köszöntőjében szólt az átépítés és felújítás jelentőségéről. Felújításokat végeztek a tűzoltóságnál, elkészült a református templom új, díszes tetőszerkezete. Bővült a Kazinci utcai idősek otthona. Városunk is részt vett az országos, a Nagykönyv akció kulturális rendezvénysorozaton. Megjelent a Ráckevei Múzeumi Füzetek 6. számában dr. Kovács József László és Kovácsné Paulovics Terézia Dunavizén Malomforog című könyve Jáki Réka szerkesztésében, amely a ráckevei Molnár C. évszázadait mutatja be. November 17-én szolgálatteljesítés közben közúti balesetben életét vesztette Rumi József tűzoltó. A felújítás eredményeként aszfalt útról indulhat a riasztásra a tűzoltó autó. Eddig az időjárás nagyban befolyásolta az út állapotát. Ezzel a beruházással könnyítettek a tűzoltók helyzetén. A konyha felújítása a szolgálatos tűzoltók kényelmét, komfort érzetét szolgálja. Kisházi ünnepség keretében Vágó György tűzoltó parancsnok adta át jelképesen az állománynak a felújított egységeket, melyek megvalósításához dr. Kulcsár István, Ráckeve polgármestere gratulált. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesültek városunkban. Befejeződött a református templom felújítása, megújult a katolikus templom tornya is. Új ügyfélhívó rendszer kezdte meg működését a polgármesteri hivatalban. Sirilla György Ráckevén is úszott a Jeges-Dunában. Rohamos hinárosodás kezdődött a ráckevei soroksári Dunaágban. Felavatták Patai László síremlékét. A képviselőtestület díszpolgári címben részesítette dr. Vóna Ferencet. A Magyar Olimpiai Bizottság életmű díját kapta Pap Jenőné, négyszeres Európa-bajnok evezős. Országgyűlési és önkormányzati választásokat tartottak ebben az évben, Ráckeve új polgármestere dr. Dávid László lett, aki a 16 éve hivatalban lévő dr. Kulcsár Istvánt váltotta. Farkas Klára, a Kék Duna Wellness Hotel tulajdonosa és vezérigazgatója lett az év turisztikai vállalkozója. Minek tulajdonítja ezt a nagy arányú győzelmet, hiszen a választók 56%-a szavazott úgy, hogy ön legyen a polgármester, míg a további három jelölt 44%-ot kapott? Hát egyrészt a munkánknak. Korán kezdtük a munkát, a csapat viszonylag nyár elején összeállt, és attól kezdve minden héten egyszer-kétszer nálam összeültünk, és megtárgyaltuk egyrészt a főbb csoportokat, hogy milyen témában fogunk kampányolni, mik lesznek a főbb témáink, és minden
témának volt egy téma felelőse, valamint kitaláltuk ezt a mai kornak megfelelő technikát, annál is inkább, mert a csoportban volt két informatikus szakember, tehát laptoppal, projektorral egy ilyen prezentációként adtuk elő a kampányunkat. Ez volt az egyik fele, tehát a sok munka. A másik gondolom, hogy a város is már változást akart. Minden városnak kellenek az új szemléletű emberek, a frissebb, fiatalabb, lendületesebb emberek. Ez volt a második, és a harmadik azért az sem lehet, hogy úgy mondjam, kihagyni, hogy volt egy olyan politikai hangulat is. Nem tartja-e túl fiatalnak ezt a csapatot a város vezetésére? Nem, egyáltalán nem. Ezt mondhatom, mint legidősebb. A velük eltöltött éjszakákban nyúló munka során láttam azt, hogy egyrészt nem is annyira fiatalok. Hát több Csabának 5 gyermeke van. Lehet erre azt mondani, hogy egy 5 gyermekes apára, hogy fiatal, bár fiatalos. A lendületük valóban az, kreatívak, olyan istránk húzók, olyan tenni akarók. Hanyadik alkalommal vág neki a Jegesvíznek, és sikerült-e minden alkalommal a kitűzött cél elérése? Idén ez a 4. úszásom lesz. Talán a legérdekesebb, mert hogy nézzük itt a víz felszínét, azért ez egy nyugodt víz. Hát eddig tulajdonképpen ugye úsztam, hol is úsztam, Vácon, Nagymaroson, Baján. Úsztam, mindenhol sikeres volt, nagyon nagy tömeget vonzott az úszás, és hát nehéz úszások voltak. Az előző héten ugye voltam Nagymaroson, ott már jégtáblák voltak, nagy árvíz volt arra felé már, ugye mert zúdultak a jeges vizek, és 19 percet voltam 0 fokos vízben. Ez a mostani, ez a Ráczkevé különleges, mert itt a kedves tűzoltó kollégák vágták föl itt a jeget egy 35-40 méteres szakaszon, és itt fogok egy úszó bemutatót tartani. Eredetileg azt terveztem, hogy átúszom itt a folyót, de nincs az a technikai eszköz, amivel ezt most meg lehetne csinálni, és nem tud, le van zárva a zsilip, nem tud bejönni a jégtörő. De hát azért ez is látványos lesz, jó hideg a víz, 0 fokos. Lesz-e még folytatás az idén? Idén már nem, idén futással foglalkozom, majd májusban futok több mint 800 kilométert a kórházban ápolt gyerekekért, városról városra, és akkor kórházokban meglátogatom a gyerekeket, és majd szeptemberben futok a Vatikánba, ez a terv. Hát jövőre aztán persze megint lesz úszás. Egy évben 4-et szoktam, az elég, mert eléggé zsigerel az ilyen úszás, azért szóval fárasztó.